Vasárnap európai parlamenti választások lesznek. A tét május 25-én rendkívül nagy lesz tekintve, hogy Magyarországon az 1989-90-ben közösen elfogadott irányokkal szemben, amelyek Magyarország helyét Európában látják, két olyan párt is megjelent, az egyik kormányra is került, amelyik Magyarország európai integrációjával szemben kelet felé fordul, és a magyar politika szövetségesei Oroszország, Azerbajdzsán, Kína társaságában keresi. Az Együtt PM részéről meggyőződésünk, hogy ez a felelőtlen és rendkívül káros politika, amely Magyarországot elfordítja Európától, ez lehet, hogy érdeke bizonyos politikai csoportoknak, de nem érdeke Magyarországnak, és nem érdeke magyar embereknek. Magyarország helye és jövője Európában van. A vasárnapi választásoknak az a tétje, hogy ebben az Európában kik fogják képviselni Magyarországot. Olyan képviselők, akik elkötelezettek Magyarország Európai Uniós tagsága, európai integrációs törekvései mellett, vagy olyanok, akik mindenféle nehezen védhető és indokolható azeri és egyéb szövetségekben keresnék Magyarország számára a jövőt. Az Együtt PM elkötelezett abban, hogy Magyarországnak Európában van a helye. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy nem mindegy, hogy ez az Európa ez milyen lesz. Nem mindegy, hogy hogyan alakul az az Európa, amelyik most is átalakulóban van, és amelyik maga is keresi a megfelelő válaszokat az elmúlt években felmerült problémákra, a gazdasági válság jelentette krízis helyzetre, a újonnan csatlakozott és a régi tagállamok közti különbségek jelentette problémákra. Tehát az Együtt PM egy olyan Európában hisz, amelyikben hatékonyan és határozottan érvényesíteni tudjuk az érdekeinket, Magyarország érdekeit. Ennek az eszköze azonban nem a szembefordulás, a szabadságharc idézőjelben Brüsszellel szemben, hanem az együttműködés Európával annak érdekében, hogy az úgy alakuljon át, hogy ott a magyar érdekeket hatékonyan és eredményesen lehessen képviselni. Az egyik tét tehát az, hogy kelet vagy nyugat, Brüsszel vagy Moszkva, hogy Magyarország az európai demokratikus értékek, az európai integráció mellett teszi le a voksát, vagy kelet felé, a diktatúrák felé fordul. A másik tétje az, hogy Magyarország gazdasága, a magyar munkahelyek hogyan alakulnak át. A magyar gazdaság Európához kötődik ezer szállal. A magyar export háromnegyede Európába irányul. Magyarország gazdasága elválaszthatatlan Európában. Elválaszthatatlan az európai pénzektől is. Csatlakozásunk óta eltelt 10 évben több mint 8000 milliárd forint európai pénz érkezett Magyarországra. Az elmúlt években gyakorlatilag nem volt olyan beruházás, amelyik nem európai pénzekből valósult volna meg. A kormány, amelyiknek szemmel láthatólag a saját klientúra érdekei fontosabbak, mint Magyarország vagy a magyar emberek érdekei, veszélybe sodorja ezeket az európai pénzeket. Felesleges konfliktusokat vállalva Brüsszellel vagy akár Norvégiával, forint 10, 100 és 1000 milliárdok befagyását kockáztatja, csak azért, hogy teljes egészében teljhatalmat tudjon gyakorolni ezek fölött a pénzek fölött. Az Együtt PM meggyőződése, hogy a mindenkori magyar kormányoknak Magyarország érdekeit kell szem előtt tartani, meg kell tenniük mindent annak érdekében, hogy ezek az európai pénzek akadály nélkül megérkezhessenek Magyarországra, és megfelelőképpen kerüljenek felhasználásra. Olyan beruházásokban kerüljenek elköltése, amelyek nem csak látványberuházások vagy választások előtt átadható létesítmények, hanem valóban a magyar gazdaság versenyképességét javítják, hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar gazdaságban magas hozzáadott értékű munkahelyek jöjjenek létre, és ezáltal a magyar béreket közelíteni tudjuk az európai bérekhez. Elfogadhatatlan, hogy a magyar bérek az európai átlagbér harmadát is alig érik el. Ahhoz, hogy ez ne így legyen, ahhoz nem a kormány által propagált összeszerelő gazdaságra van szükség, amelyik alacsonyan képzett, alacsony munkajogi védelem alatt álló munkaerővel próbál egy összeszerelő gazdaságot létrehozni, hanem az oktatásba kell befektetni, a magas műszaki tartalmú munkahelyeket kell létrehozni a zöld gazdaságban, megújuló energiaforrások területén, épületfelújításokban, biotechnológiában, annak érdekében, hogy a magyar munkavállalók bére
közelítsen az európai munkavállalók béréhez. És az sem mindegy, hogy ezeket az európai pénzeket mennyire átláthatóan, vagy mennyire korrupt módon használjuk fel. Az elmúlt 4 évben azt láttuk, hogy a közbeszerzések, az uniós pénzek felhasználása végén valahogy mindig ugyanaz az üzleti kör volt megtalálható, mindig ugyanaz az üzleti kör járt jól, akkor is, hogyha sokkal többbe került az általuk, vagy sokkal több, magasabb árat ajánlottak ugyanazért a munkáért. Ők jártak jól ezekkel a beruházásokkal, a magyar emberek pedig rosszul jártak, hiszen többe került nekik mindez, mint amennyibe kerülhetett volna, hogyha tisztességes verseny volt. Ez a május 25-i európai parlamenti választás tétje, hogy Magyarország keletre fordul, vagy marad Európában, és Európát akarja átalakítani úgy, hogy az Magyarország számára a lehető leghasznosabb legyen, hogy Magyarország mindent elkövete azért, hogy az európai pénzek megérkezzenek és megfelelő jó beruházásokban kerüljenek elköltésre, vagy a klientúra érdekek, az oligarcha csoportok kiszolgálása érdekében akár veszélybe sodorják az ország rendelkezésre álló forintokat, és hogy Magyarország milyen gazdasági struktúrát fog kiépíteni egy alacsony jövedelmű kiszolgáltatott munkavállalókra épülő összeszerelő gazdaságot, ami a kormány álma, vagy az európai bérekhez közelítő, magas hozzáadott értékű munkahelyeket teremtő 21. századi gazdaságot építünk az európai pénzek segítségével. Erről döntünk május 25-én, és ahhoz kérjük a választók támogatását, hogy az Együtt PM által követett és képviselt európai irányvonal, a magyar érdekek határozott európai képviselete és Magyarország Európában való sikeresé tétele kapjon bizalmat most vasárnap az európai parlamenti választásokon. Van kérdést?